Sziasztok! Dr. Zsú vagyok ismét, és a stresszről beszélgetünk, vigyük tovább, ugyanis a stressz és a szívnek a kapcsolatáról szeretnék beszélni ebben a videóban. Egy nagyon-nagyon fontos tárgy ez a mai, amiről beszélni fogunk, mert a szívünk tulajdonképpen az érzelmünk központja. Tudjuk, hogy az előbb az agyról beszéltünk, és igenis ez nagyon is fontos. De amivel a stresszt majd kezelni fogjuk tudni, az tulajdonképpen a szívből fog kijönni, és erre nagyon érdekes kutatási eredmények vannak a HeartMath Institute-ból Amerikából, úgyhogy mindenki nyugodtan nézzen ennek utána. Tehát van a pulzus hullámunk, azt mindenki ismeri, hogy milyen, ugye egyetlen ütésre milyen pulzus hullám jön ki. Na most ezek a pulzus hullámoknak van egy ritmusa, hogy hogyan követik ezek egymást. Amikor stresszes állapotban vagyunk, akkor ezek a pulzus hullámok össze-vissza követik egymást, és össze-vissza ugrálnak a pulzusunkkal együtt, és ugyanez fog megtörténni ezekkel a hullámokkal, ami az agyban történik. Ugyanis a szívünk négyféleképpen kommunikál a testünkkel. Az első az az idegrendszeri alapon, tehát neurológiailag, a másik az a biofizikailag, tehát a hullámokon keresztül, pulzus hullámokon keresztül, valamint biokémiailag, hormonokon keresztül, és negyedik pedig az az energetikailag, ami az elektromágneses mezőket jelenti. Ezek nagyon fontosak, ugyanis rájöttek kutatásokból, és megmérték, hogy a szívnek az agyra és a testre való kommunikációja, ami a szívből jön ki, az többszöröse annak, aminek az agy a szívre való hatása van. Tehát ez is egy kicsit elgondolkodtató és szíven ütő, úgymond, ez az információ. Ugyanis láthatóvá válik, hogy tárgyilagos megfigyelés, illetve a légzésfigyelés gyakorlatának a hatására ezek a pulzus hullámok elkezdenek regulálódni, szabályozódni. Tehát a köztük lévő különbségek, időkülönbségek normalizálódnak, és a hullámok is egy szép laza vonal alapján hullámosan, nem ilyen ugrálósan fognak, piramiszerűen ugrálósan fognak kinézni. És megfigyelhető, hogy egy másféle változás áll be ezen pulzus hullámok ritmusában, amikor relaxációs gyakorlatot végzünk, egy relaxációs gyakorlat például egy halk zenének a hallgatása, vagy egy gyertyalánknak a megfigyelése, vagy valamilyen mantrának az éneklése, ami kívül tartja valamilyen szinten a figyelmünket. Abban a pillanatban, hogy befelé fordítjuk a figyelmünket, és elkezdjük megfigyelni tárgyalagosan a gondolatainkat, és hagyjuk azokat jönni és menni, valamint figyeljük a légzésünket, egy úgynevezett szívkoherencia állapot alakul ki. Ez a koherencia, ez tulajdonképpen nem más, ez a szó, mint harmónia. Tehát az azt jelenti, hogy a pulzus hullámok, a ritmusa a pulzusunknak le fog szabályozódni, rendszereződni fog, és ez hozza azt a féle megnyugvást, ami a szervezetünknek, az agyunkra, a hormonokra, és az egész mágneses mezőnknek, az elektromágneses mezőnknek a kialakítására is, ami egy nagyon fontos dolog az egészségünkre, és energetikailag a szervezetünknek. Tehát ez a koherencia kialakítható a szívedben, ami az egész testedre hatással lesz, illetve az agyadban ezekre szolgálnak ezek a gyakorlatok. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, ugyanis megvizsgálták, hogy a hálaadásnak, magának, mint a hála érzésének a keltése mit tesz a szívben. És amikor ezt megvizsgálták, akkor látták, hogy a lehető legnagyobb koherenciát, a lehető legnagyobb harmóniát a hálaadás hozta a szívritmus, a pulzus hullámokon, és alakította ki a szívünkben a harmóniát, és lett a lehető legnagyobb elektromágneses mezője a testünknek, ami az összes energiaszintünkre, az összes minden sejtünkre hatással van. Erre most nem fogok belemenni, hogyha valaki ebbe részletesebben bele szeretne menni, az bele tud menni, mert ugye ez a kvantumfizikának a törvényei már és az alá tartozó dolgok. Viszont az, hogy a szív és a homloki előlebenyünk milyen kapcsolatban van azáltal,
hogy koherenciában vannak, és az egész tested tulajdonképpen egy lenyugvás állapotában van. Ez semmi másra nem alakul ki, mint egyszerűen megtapasztalni a létezés állapotát. Tehát, amikor figyeled a gondolataidat, és amikor figyeled a légvételeidet, és nem üresen hagyod az elmédet, hanem csak reakció nélkül vagy, meg tudod tapasztalni a létezés állapotát. A létezés állapota kezdi el neked a szívkoherenciádat, az agykoherenciádat, a testednek az egész harmóniáját ugye kialakítani. És milyen érdekes, mert sokat beszélünk a háláról, és a hála ugye, mondom, hogy az összes kedvesség és szeretet viselkedésnek az alapja. Mert hogyha hálás vagy, és folyamatosan hálás vagy mindenért, nem tudsz stresszelni, nem leszel szomorú, nem leszel depressziós, az agyad se nem megy a múltba vissza, és se nem megy a jövőbe. Tehát pontosan a mostban leszel. Tehát azzal, hogy a létezés állapotát gyakorlod minél többet naponta, azzal fog kialakulni az, hogy a mostban vagy. Tehát mindent összeraktunk most már, minél többet éljél a mostban, minél többet létezzél és élve éljél, annál érdekesebb és szeretetre méltó dolgok fognak történni az életedben, amiért annál hálásabb lehetsz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ajánlom ismét a HeartMath Institute-nak az oldalát. Nézzétek meg, hogy micsoda fantasztikus kutatásokat végeztek, hogy ezek a gyakorlatok, ezek a meditációs gyakorlatok mit csinálnak a szervezettel pontosan és részletesen. Köszönöm még egyszer, Dr. Zsu voltam, nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok, és meghallgattatok ma. Sziasztok!